A használt autóké mondhatóan leginkább stabilnak az autópiacon. Jól mutatja ezt az is, hogy a koronavírus járvány elején áprilisban tapasztalt mélyrepülés után hamar visszaállt ezen járművek kereslete. Az általunk felkeresett autószalomban a május és június már jól alakult olyannyira, hogy utoljára 2006 környékén adtak el olyan sok kocsit, mint az elmúlt hónapokban. A használtak iránti érdeklődés növekedése nagy mértékben köszönhető annak, hogy az új autók jelentősen drágultak az elmúlt időszakban. Nálunk inkább azért a 4-6-7 millió forintos használt autók találhatók meg, ezekre nagyon nagy kereslet van. Ugye kialakult egy olyan érdekes helyzet, hogy az új autók ára jelentősen elkezdett növekedni, egyrészt a CO kibocsátási normák szigorítása miatt, illetve a pandémia miatt ugye rengeteg gyárleállás volt, és nem tudunk elég új autót hozni, nem tudnak elég új autót gyártani a gyártók, és ezért megnőtt a kereslet a fiatal használt autók iránt. Miközben a vásárlás tervezők az árak csökkenésére számítanak, a használt piacon is drágulás zajlik az élénk kereslet miatt. A júniusi adatokból az derül ki, hogy az első nyári hónapban az áremelkedés ellenére is 11,5%-kal több használt autó tulajdonosváltását regisztrálták, mint tavaly júniusban. A vevők többsége továbbra is a 3 millió forintig terjedő tartományból keres autót, az ár mellett azonban számos más szempontot figyelembe vesznek. Megbízható, szervizelt, garanciális autót keresnek. Használt autónál jellemző, hogy konkrét elképzelés van, kiszemelik már az autót valamelyik webes oldalon. Mi tudunk tájékoztatást adni, a legtöbb márka kereskedő, ugye a saját márkáink adataihoz hozzáférünk, tehát visszamenőleg meg tudjuk nézni, hogy pontosan mikor volt az autó szervizelve, volt-e valamilyen káresemény, illetve minden autóra állapotfelmérést készítünk, ami nagyon részletes, ezt meg tudja tekinteni a vásárló nálunk. Az Autónavigátor cikke szerint az első fél évben közel 370 ezer használt személyautó cserélt gazdát hazánkban. Pontosabban ennyi átírását regisztrálták, ezzel mindössze 5,7%-os elmaradás látható az előző évhez mérten. Utóbbi egész kedvező adat, hiszen az új autópiacán közel 24 a használt autó behozatalnál pedig csak mintegy 18%-os visszaesést láthatunk.